Képzeljétek el, az első utam jobb kormányos autóval. Hát fantasztikus élmény, most szálltam be, és oda mentem, ahol egyébként otthon kell menni, hát a bal oldalra. Azt mondták, hogy balra tartsak, úgyhogy kíváncsi leszek, mi lesz ebből. Mondom, az első út. Index, az melyik? Ez jobb oldaltan az index, srácok! Kuplunk hol fog? De fent fog, de fent fog, jó, meg lesz. Igen, és jobbra kell nézni, hogy jönnek-e. És jönnek, Jézusom Béla, itt a gyerek hátul. Megkötötte mindenki magát? Igen. Hát szia Márta, szia, balra tartsa, azt sem tudom már hol vezetek, jobb kéz, bal kéz, jobb kézem az index, bal magasságú, vagy nem, az a fogalmazatok, hogy nem mindegy. Ó, hát miről beszélünk? Látomás, miért vagy játékszer? Most körülvesz a csillogás, mert másnak menned kell. Sziasztok! Ezen gondolkoztam, hogy nem vagyok egy Szabó Péter, de ő szokott ilyen videókat csinálni. De viszont az embernek tényleg eszébe jutnak azok a dolgok, amiket eddig elért, és amit letett az asztalra. Hogy azért a kitartó munkának tényleg megvan az eredménye. Szóval, hogy azért kora reggel, a napfelkeltében itt futni. Nem is tudom, hogy jött ez a flash, hogy kora reggel kijövök futni, bár szeretek futni, csak ugye hát inkább a pihenéssel kellene tölteni ezt a kis időt, amíg itt vagyok, de hogy tényleg az ember, ha kitartóan és céltudatosan indítja minden napját, akkor folyamatosan csak előre fog menni. Rengeteg ember meggátol, rengeteg ember visszahúz, rengeteg embernek köszönheted azokat a fájdalmakat, amiket nap mint nap átél. És konkrétan nem fizikai fájdalmakról beszélek, hanem lelki fájdalmakról, hogy hogyan tudott eddig fajulni a dolog. De a lényeg, hogy amikor elérkezel egy ilyen helyszínre, egy cél eléréséhez, hát ez is egy cél szerintem, akkor rájössz arra, hogy nem hiába volt ez a sok buktató, ez a rengeteg akadály, amivel át kellett lépned. Nagyon hamar véget tudsz mindennek vetni. Az életednek is nagyon hamar véget tudsz vetni. De ha mértékkel csinálsz mindent, és mindenbe belerakod erőteljesen, inkább azokban a dolgokban, amiket el akarsz élni, az apait és az anyait, igazi energiádat, az erődet, akkor biztos vagyok benne, hogy egy ilyen lépcsőfokot, mint amit most én is elértem, el fogsz élni. És nem konkrétan a kilátásra, nem konkrétan a tengerpartra, nem konkrétan a gyönyörű homokra, ami a lábam alatt fekszik, erre gondolok, hanem magára, erre a lelki megnyugvásra, hogy idáig eljutottál, az, hogy ezeket a dolgokat megtapasztaltad. És tényleg nem a ronyrázásról szól most ez a videó, hogy mert itt van egy tengerparton. De igen, abból az utcából, abból a városból, abból az országból, ahol én lakok, elértük ezeket a dolgokat. Csodás napot kívánok nektek, fel a fejjel, küzdjetek minden napért, és a végén úgyis tietek lesz a főnyeremény, oké? Okay? Young G, Outlaw, 26 District. Ez itt a legnagyobb, Látom, hogy ki vagy, szükséged lenne rám, de ha már itt vagy, jó lesz az éjszaká.
Jösszök ide. Köszönöm. It's all good, baby, you know where I'm at, right? Guess you need me to go put it on your backside. Only if you act. Magyarázkodni! Lehet túladni, yeah! Pontosan te veled! Mosolyodat akarom! Yeah! Fantastic crew! Fantastic crew! Fantastic crew! Jön, szeret, mindent megtehetsz. De itt valami volt, valamit hallottam. Jön! Folyamatosan káosz, olyan meleg van itt, hogy köszönöm szépen! Sok-sok örömet kívánni, hogy legyen el. És örömet is fogok kormányozni. Kellek is botrány, érzem ez a jó irány. Gyere velem, légy te is belevalom. Nem kell a hamiszt. Na ki a kapitány? Teknősszigetre felvesszük a... megnézzük a teknősöket, jó? Anya meg felveszi, hogy hova megyünk, nézd! Ó, apa a kapitányunk! Szuper! Ez a maximum egyébként! Hál' Istennek! Nézd! Ott nézd meg, milyen szépek ott a zikók! Oda nézett fent is, ott az étterem, ahol voltunk fent. Látod? Te vagy az, aki egyedül itt vagy még mellettem. Ez olyat kértemben a vérem. Közelebb, ha mondom én édesem, gyere sokkal szebbé az élem. Jöjjt velem, jöjj faram. Én faram, jöjj Isten. Nincsen nincs, innen nincsen. Vágyom, vágyom. Számom, számom, szádom. Várom, várom. Álom, álom, álom. Te vagy egyedül, akinek mondom, hogy én rádom. Elmúlik, én nem várom. Adatok a csomó, többé nem számom. Azaz egy percben megmutatom, hogy hogyan ne csinálj mézes kalácsot. Most miért vagy ilyen szemét? Kacsony vagy! Ugye, próbálkozz! Na, ha miért nem te csináltad? Jó, megmutatom az én remek műveimet is, nem? Jaj, de szép, de ügyes vagy, Béla. Jaj, te! Papa, papa, papa. 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 Papa,
Az Orsika még kreatív. Hála vagyok. Dubaj. Egek. Egek. Dubaj. Egyet. Dubaj. Ezt erre kifejezetten büszke vagyok. Nézd. Viszont egy jó ember.